Vidd át, tudod. Ne köcsög meg. Na most miért? Hogy azt mondtam, hogy... Soha életem nem megyek. Most mi van? Tetsz, el kell kezdeni. Tedd egy megint jobbra, vagy balra, úgy. Még! Ma! Gyorsan a sajtósokkal kezdeném, hogy az a nagyon fontos, az a lényeg, hogy legyen rajtatok láthatósági mellény. Gondolom, hogy láttatok már ilyet, csak olyan helyre menjetek inkább lehetőség szerint belső ívre, hogy ne legyen benne, ne legyen belőle probléma. Amikor az autók mennek, akkor nincsen hátszaladgálás a pályán, tehát ez a két fő szabály van, a többit azt már ismeritek jó. Tehát láthatósági mellény, amíg a kocsik mozognak a pályán, addig ne nagyon változtassatok helyet, tehát a nyomvonalon semmiféleképpen nem menjetek át. Amikor lejönnek majd a kocsik a pályáról, akkor tudtok pozíciót váltani, átmenni bárhova. Aki be akar ülni jobb egyre a kocsik mellé, az itt tud regisztrálni, de gondolom, akik már itt vannak, sajtos kollégák, azok már regisztráltak. Akkor lényegében ennyi. A versenyzőknek meg a szokásos sztori, mindenki tudja. Sárga zászlóra lassítunk, piros zászlóra kiállunk. Úgy fogjuk megkezdeni, mert még nem vagyunk sokan, hogy 5 kocsi fog felmenni, és 4 kört tud menni, és akkor utána mindenki vissza a sor végére. Az a rossz tapasztalat van sajnos az előző években, hogy nagyon sokan beforakodnak a sorban. Hogyha valaki beforakodik és ezt jelzik, akkor először egy fél órás intést fog kapni, tehát fél óráig nem mehet a pályára, és ha még egyszer megcsinálja, akkor meg elköszönünk egymástól. Tehát ezt mindenféleképpen tartsuk be ezt a rendszabályt. Innen állunk sorba, ebből az irányból, és az órával megegyező irányban megy a pálya egyelőre. Hogyha lesz rá igény, akkor délután meg tudjuk fordítani. A depóban 10 km per órával közlekedjetek, mert hogyha meg később megérkeznek a nézők, akkor lesznek gyerekek, akik ész nélkül rohangálnak, hogy ebből se legyen probléma. Hogyha valaki utolérnek és előzni akar, nagyon-nagyon erőlteti magát, azt mindenféleképpen engedjétek el, ne legyen belőle baj. Ez nem vonatkozik a driftesekre, hogyha szújzóba akartok menni, vagy teambriftet akartok nyomni, azt nyugodtan lehet. Jó, körülbelül ennyi. Mindenki tudja, hogy mi baleset veszélyes, meg mi nem. És akkor be lehet ülni a kocsiba, lehet sorválni. A kötelező matricákat azt mindenféleképpen tegyétek fel. Legyetek szívesek, már csak azzal lehet felmenni a pályára. És akkor 5 kocsi, 4 kör, és a menetirányjal, az az órával megegyező irányban történik. Jó? És még egy matrica lemaradt, egy egészen pici. Ez milyen? Vörös keresztes matrica. Meg a győzelem vagy halál. Meg a halál vagy győzelem, csak rosszul csinálta meg a cimbora a matricát. Na mindegy. És akkor be lehet ülni a kocsiba, és akkor indulhat a nap. Jó versenyt, jó szórakozást kívánok mindenkinek.
Thank you.